Mikor tanultál meg főzni, Glenn? Hát fiatalon felfedeztem, hogy a nők szívéhez is a gyomrukon át vezet az út. Kegmeyer, az tényleg jó. Ezzel pénzt is kereshetnél. Igen, nyithatnál egy éttermet. Vagy vezethetnél főzőműsort. Az ötös csatornáihoz úgyis új házigazdát keresnek. A régi leégette a szemöldökét, azóta elég furi látvány. Jelentkezz már, Kegmeyer! Én is megyek és szurkolok neked. Tényleg megtennéd? Hát még jó, hogy imádok szurkolni. Például a NASCAR-on is. Menjetek körbe! Menjetek körbe! Menjetek körbe! Reklámozzatok! Menjetek körbe! Ötös csatorna. Tiszta para ez a meghallgatás. És ha elkúrom? Mikor vállaltam, hogy elkísérlek, nem tudtam, hogy ennyi érzelmi támogatást igényelsz. Maga Glenn Kegmeyer, Carson vagyok, a műsor producere. Peter Griffin lógok a melóból. Akkor lássuk, mit hozott. Azt hiszem, ízleni fog. Cédruslapon grillezett lazac, juharszirupmácban, sült koktélparadicsommal, zöld saláta ágyon. Nem rossz. És a pariból szemet lehet csinálni, a sariból meg hajat. Nézzel le, van ott egy répa is. Ez óriási, remek étel és egy röhelyes samesz. Ez a műsor. Ezt hogy érti? Úgy, hogy fel van véve, amennyiben a barátja is jön. Na, mit szólsz, Peter? Azt, hogy csináljuk! Ups! Elnézést! Na most mi legyen? Na most én nem tudom, mit tegyek. Biztos, hogy ne ezt, Peter. Ne már, Joe, tökre negatív vagy, mint egy bostoni szerencsesüti. Tököm tudja, mit csináljál. Vegyél egy garást és pakold tele hoki cuccokkal. Akkor nézzük a szerencse számomat. Baszódj meg, matek buzi. Hát ez egyáltalán nem segít. A jövőbeli Peternek a mostani Petertől. Szia, jövő Peter! Szia! Mire ezt megnézed, már felnőtt vagy, úgyhogy biztos ehetsz fagyit meg pizzát minden étkezésre. Na, tudtad? Remélem, hogy nem valami lúzer helyen melózol, mondjuk sörtgyárban, játékgyárban vagy halászhajón. Na, basszus! Emiatt úgyse kell aggódnom, tutira sikeres orvos lettél. Öcsém! Hát nem egészen az lett belőlem, akit gondoltam. Baszki, egy nulla vagyok. Soha semmi fontosat nem csináltam, csak amikor legyőztem Larry Birdöt egy Big Macért. Padlóra, eredménykijelzőre, palánkra, csont nélkül. Ívelten, pont mellé, nőies sikkantás palánk fölé, pályáról ki, utána totyogok, megcsúszom egy törcsin, bokám kimegy, elmegyek a dokihoz, azt mondja, hogy igaziból nincs is semmi bajom, kizsarolom belőle a fekvőgipszet, többet nem sportolok. Hé, megnyertem egy két dolcsis szendót. Na, te nem tévézel, Krisz, azt csak az ostoba lúzerek csinálják. Peter, mi a fene ütött belé? Megmentem a fiunkat, Lois. Nem akarom, hogy úgy végezze, mint én. Alja meló, fostos ház, öregedő feleség, aki ott fogy, ahol híznia kéne, és ott hízik, ahol fogynia kéne. Meg a szobádban. Peter, meg kell kérdeznem. Azért hajtod ennyire Kriszt, mert ez neki a legjobb? Vagy magadot akarod kárpótolni a saját életed miatt? Brian, ennél nagyobb kalapokat nem találtam, úgyhogy ha arra akarsz kiugadni, hogy mégis van nagyobb, azt fenntartással fogadom. Nem, arról beszélek, hogy hagyd őt a saját útján járni. Ha! Jesszusom, Brian, igazad van? Egy meghatározott útra kell terelni őt, és végig rúgdosti rajta. Nem, én épp az ellenkezőjét mondtam. Krisz, a legjobb esély a sikerre, ha kultúrát vagyis művelt, mint a kutyánk. Úgyhogy mostantól Brian nyomában jársz, és utána csinálsz mindent. Mi? Nem már, Brian, meg kell mutatnod Krisznek, hogyan legyen jobb, mint én. Te a Brownra jártál, könyved jelent meg, és te hallod meg elsőnek, ha Joe kiesik a kádból. Ami egyre gyakrabban történik, de igazad lehet. Én talán gyémántá változtathatom ezt a szénkoloncot. De csak ha Krisz is akarja. Szarom le! Hát jó legyen. Csak kövess engem, Krisz. Úgy érzem, nagyra vagy hivatott. Ezt nem hiszem el. Azt hittem, felvilágosult, művelt valaki vagy, de csak egy csaló vagy, mint Mózes! Az Úr 11. parancsolata. A büféasztalnál Mózes álljék a sor elején. Mi van? Most ez tényleg komoly? Hát tudom, béna, de hát ezt írta. Szia! Min munkálkodsz? Próbálok értelmet adni ezeknek a számoknak. Na hát most, mit nyomtál meg? Mi lett a táblázatommal? Hogy ért volna véget ez, hogyha nem jövök be?
Nincs szörnyűbb, mint hálaadás előtti napon bevásárolni. Ja, ilyen hangot ad egy gazdag család pulykája. Van még egy csomó minden a kocsiban? Ez nem verseny, szusszanj egyet. Ha tudnád, milyen közel voltunk tavaly ahhoz, hogy elhaltassunk. Most meg mi baja van? A hálaadás fárasztó. Tudod, mi kéne neki? Az étel, amit feltaláltam. Üdv, Stewie Griffin vagyok, és ez az új találmányom, Monster Energia ital. Hogy mi ez? Nem tudom, de ingyen osztják az utcán teherautóról. Keverje szesszel! Volt már ébren filmszakadása? Próbált már cangával vonatra ugratni? Harapta már le madár sűrét? Monster Energia ital. Nyelje be most, kérdezzen később. Zöld, tehát természetes. Érted már, miért nem akartam, hogy Keren eljöjjön? Egész gyerekkoromban terrorizált, és most a barátaim előtt is leégett. Tudom, hogy voltak súrlódásaitok, de Keren a testvéred, és már felnőttetek. Nem csinálhatnál úgy, mintha jól éreznéd magad? Jó, akkor hazudok. Úgysem ez lesz az első. Hova megyünk? Haza. Az hol van? A Fehérházban. Oké, megjöttem, ez a házam, elmehet. Kösz, hogy hazahozott. Gyerünk, menjen be. Be is fogok, maga elmehet. Nem, nem, tudni akarom, hogy rendben hazaért. Előbb meg kell néznem a postát. Tudja, hogy van ez. Ragaszkodom hozzá, nem lesz baj. Menjen. Nem is annyira magáról van szó, hanem rólam. Ez egy rossz környék. Ha nem látom bemenni, egész éjjel maga jár majd a fejemben. Fáradjon be, elnök úr! Basszus! Korábban jött a férjem. Mi van? Te férnél vagy? És ő most hazajött? Igen, ez ő. El kell tűnnöd innen, nagyon féltékeny. Azt hiszem, az bántja, hogy nem kap semmilyen megbecsülést Osama Bin Laden megöléséért. A férjed egy kommandós? Mi az itt? Lent egy kutyád? Igen, megmentettem a telepről. Hát, szevasz öreg. Hú, de nedves az úrra. Egészséges. Ó, és valaki egy halkonzervben nyalakodott. Na, én lezuhanyozom. Remek szívem. Basszus, ez meleg volt. Igen, de gondolj bele, amíg azt hiszi, hogy házi állat vagy, nyugodtan hancúrozhatunk a háta mögött. No hát, tényleg. Nos, Mr. Svensson, elvégeztem egy vizsgálatot, ami súlyos sérülést mutatott ki. Kérem, mondja meg, teljesen lebénultam. Nos, félek a szellemektől. És igen, Mr. Svensson mozgásképtelen, és állandó gondozást igényel. Hé, hey, kicsim, gyere be! Ezt nézd meg, úgy ül a kutya, mintha tényleg nézné a híradót. Tetszik a híradót, te butus kutyus? Na, csinálom azt, amit a volt kommandósok. Fűnyírót árulok. Na hát, tényleg nem sejt semmit. Na, lezuhanyozunk együtt? Na-na! Apám, ez aztán a simaliba, mint a Daft Punkban zenélni. Ide nézd, találtam egy 80-as évekbeli szintetizátort! Figyeld, mi lesz, hogyha megnyomom a demo gombot! Hello, Daft Punk! Jó szám, itt egy Grammy! Ohohoho! Azért ez vicces, még nem beszéltél, nem tudtam, hogy franciák vagyunk. Jó napot, segíthetek? Igen, ő itt Joe Svensson. Megbeszéltük, hogy 9:45-kor ledobjuk itt. Jól van, fiúk, húzzatok el, én meg leszek. Szevasz, Joe! Vigyázz magadra! Szia, Joe! Nem tudnál átmenni Joe-hoz? Szólhatna egy-két szót az érdekedben a rendőrségem? Ja, Joe, hát talán... Nem kérsz egy masszást? Peter, mi a franc folyik itt? Hogy érted? Amikor masszást ajánlasz, akkor mindig eltitkolsz valamit. Nem kérsz egy masszást? Lehetséges, hogy besúvasztottuk Joe-t egy büdös elfekvőbe. Mi? Peter, az olyan hely szörnyű. Joe a barátotok, hogy bánhattok így vele? Így teljesen lebénulva nem bírtunk vele. Nem tudtuk, mit tegyünk. De igazad van. Ki kell hoznunk onnan? Jó napot! Elvinnénk innen Joe Svensson. A tévétől vannak? Meg kell mondani, ha onnan vannak. Nem, a barátai vagyunk. Hát ti mit kerestek itt? Hazaviszünk téged, Joe!
És ne haragudj, hogy cserben hagytunk. Igen, csak nagy volt a teher, és kiborultunk. De barátok vagyunk, Joe, és mindig számíthatsz ránk, bármi történjen. Kösz, fiúk. Mondanám, hogy hozzuk a cuccomat, de már ellopták. Semmi baj. Gyere, menjünk haza. Bocsánat, innen nem megy el senki, csak ha az orvos elengedi. Jó, akkor most felhívom. Mi ez a csörgés? Joe, ez a csörgés a hátadból jön. Igen? Azt a rohadt! Dr. Hartman belejtette Joe-ba a telefonját, amikor vizsgálta. Hál' Istennek, egész héten ezt hallottam. Már azt hittem, megőrültem az arcomba üvöltöző kattantak miatt. Az anyád is zaj! Ha! Ezt bizalmasan közöltem, Gary. Nagy ötlet polgárőrséget szervezni, Peter. Ja, még egyenpólót is rendeltem. Ez aztán minőségi munka, hol szerezted, netán a neten? Figyelj csak, Joe, tudsz fegyvert szerezni? Nem, Peter, az túl veszélyes, és fegyvert nem lehet csak úgy szerezni. Alkalmassági vizsga kell hozzá, és alaposan átvilágítanak előtte. Ó, hát az hogy ment ilyen gyorsan? Hát könnyű volt, mint megnyomni a könnyebbség gombot az áruházban. Köszönöm a segítséget. Semmiség. Nem nyomja meg a könnyebbség gombot? Jó. Most mit csináltam? Az ne izgassa. Hé, srácok, gyertek gyorsan velem, valami nagy orrú alak bujkál a bokrokban egy bigeháza mellett. Lelkes vagyok szívem. Lelkes vagyok. Szellemben folytom érző szívemet. Tépnék az égről. Tépnék az égről csillagot, s beérem. Au! 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 Ja, Istenem, négy ember ütlegel. A karom. Azt hiszem, eltört. Ki csodák maguk? Miért? Miért? Odaadom mindenemet, csak ne verjenek tovább. Kérem, ne rángassák az orrom, az nem műorr. Azt hiszem, haldoklom. Kérem, vigyenek el kórházba. Szavaid elbűvöltek. Vágyom rá, hogy a karodba vigy. Jár föl a szobámba, rögvest! És hozz piskótát! És hozz piskótát! Mi a fene? Hé, maga! Lépjen el az asztaltól! Nyelvbotlás! Ablaktól! Bocsi! Ne mozduljon! Figyelmeztetem! Lássam a kezét! Junior! Szóval, hogy van a srác? Hogy van a srác? Mit gondolsz, hogy van? Meglőtted a fiamat! Cleveland, én sajnálom. Azt hittem, betörnek hozzátok, és bepánikoltam. Sötét volt, és miért nem mondta meg, hogy ő az? Mert nem hallottam. Szólt a fülemben a zene, nyúltam, hogy lehakítsam maga, meg fogta is, rám lőtt. Na de mi az Istenért az ablakon akartál bemászni? Apuci azt mondta, hogy az ajtón túl sok légkondi megy ki. Azt hittem, fegyvere van. Nem bántanálok se téged, se a családodat. Barátok vagyunk. Csak voltunk azok. Na takarodj innen, te hitvány gyűlölködő bigot! Mit keresel te az én telkemen? Ideje elásni a csatabárdot. Hoztam neked a kedvenc piádból. Ígyunk egyet is, legyünk végre túl ezen. Nekem tőled nem kell semmi. Várjál, hoztam mást is. Szivart! Szépen elszívjuk együtt, mint két faszkalap egy esküvő közben. Peter, húzz el innen! Sosem bocsátom meg azt, amit tettél. Ugyan, ettől meggondolod magad. Jézus Isten, csinálj valamit! Ez így nem jó, tüntesd el innen! Vidd el innen a családodat! Különben mind meghalnak! Fogd a családodat és tűnjetek el, vagy megbánjátok! Gyerünk, nyomás! Látjátok, mondtam, hogy lesznek itt barátaink. Hát ez mi? Te jó ég, ezt évek óta nem láttam. Mi az? Valami ázsiai házi videó? Nem, ez a téli nyár, egy koreai szappanopera, amiben játszottam. Játszottál egy koreai sorozatban? Igen, mikor a haditengerészettel Busanban állomásoztam, láttam egy hirdetést 160-nál magasabbaknak, és csak én jelentkeztem. Mire körülnéztem, már egy amerikai Johnny nevű tagot játszottam.
Hú, jó az a csaj. Az pasi. A másik pasi jóképű. Az csaj. De cuki cica. Az kutya. Mi van itt mindennel? Szia, Bonnie. Hát ti mit csináltok itt? Szia, Lois! Láttuk egy hirdetésben, hogy kisgyereket keresnek magyaróvaj reklámhoz, és gondoltuk, elhozzuk Suzyt. Magyaróvaj reklám, mi? Brian, jelentkezhetnél? Tudod, mert a múltkor kizabáltál a szemétből egy üveg visszavont magyaróvajat. Igazán remek volt, Jake. Tényleg, tényleg remek. Fordítva áll az arcod, szóval nem téged választunk, de kösz, hogy jöttél. Hé, ez vagy te! Brian vagyok, kidobott magyaróvajat eszem, és 10 napig hordom a szavaztam matricámat. Sajnálom, inkább úgy képzelnénk, hogy nyam. Bob, azt nézd meg ott! Nem. Ki ez a gyerek? Ó, ő a kisfiunk, Stewie. Milyen aranyos! Éppen olyan, amilyet keresünk. Gratulálok, az ön fia az új magyaróvaj gyerek. Istenem, ez hihetetlen. De állat! Hé, mit csinál ott apa Krisztel? Elmagyarázza neki, hogy már nem ő a kedvenc fia. Még el sem mondtam, csak nem bírja, ha hozzáérnek. Tudod, Brian, tényleg sok volt nekem a színészkedés, de azért élveztem a táncot meg a kokain. Igen? Aha. Akkor táncos és drogfüggő leszel? Egy ideig. 18 évesen összeomlok, de az úrhoz és a gyúráshoz fordulok. És valami gyökeresen más módon leszek elviselhetetlen. Kellett a drog, hogy erőt érezzek, de most már a belső erőmből táplálkozom. Nézzük csak meg a szót erő. Az E eltökéltséget jelent. Anélkül semmi sem megy. A második betű az R, ahogy Krisztus nevében is. Az ő... Kell egy kis kokó. Istenem, kérek, másra sem vágyom már mióta. De van sem tapasz. Nem történt semmi, de vérzek. Majd feltúrom a fürdőszobát. Beletölteni egy napot rosszabb lesz, mint a stadion büfében enni. Kérek egy ócska sört, jó tele, hogy ki tudjam lötyögtetni, meg egy rövid kifli túl hosszú virslivel. Mustár meg ilyesmi van? Igen, ott van a kiárat és a WC ajtó között. Isten, és kérek egy zacskó sótlan magyarót is. Tudja azt, amit sehol máshol nem ennék meg. Már is, parancsoljon! Remek, remek! Alig várom, hogy fossak egy jót egy ajtó nélküli fülkében, miközben 20-an várnak rám. Na, kaptam egy e-mailt. Egy nigériai hercegtől. Milliói vannak befagyasztott számlán. Kellene neki 100 000 dolcsi bírságra, és amint hozzájut a pénzéhez, kapok 1 milliót! Hú, és biztos siet, mert vagy egy csillió elütés van a levelében, küldd el neki a pénzt! Azt mondod? Abszolút-e! Gondold csak el, 1 millát kaszálsz vele, boldogabb leszel, mint egy vőlegény! Kösz, emberek! Viszlát, anya, viszlát, apa, viszlát, haverok, viszlát, szabadidő, ég veled szex, Isten veled golfnézés, hiányozni fogsz magánélet, viszlát, őszinteség arról, hány sört ittam, jó volt ismerni saját döntések, viszontlátásra pénz! Parancsolja sült krumpli, meg a csípős szósz. Csípős szósz? Krumplira? Bizonyám. Nem is olyan erős ez. Úgy érzem, sírok, de a nyakamon és a hátamon! Milyen már a fejem, mint amikor Oliver Platt lépcsőt mászik? Na, ez övön Anuli volt. Betelefonálunk a csatornának. Hol a telefon? Az emeleten, Oliver! Úgy is tudják, mit csináltak. Tudod mit, Peter? Kapsz 10 dolcsit, hogyha lehúzol egy felest ebből a szószból. Lássam a pénzt. Nem hiszed el, hogy van 10 dollárom? Szerintem betolt. Nem is. Bizonyítsd, 10-esért. Rendben. A tanáraimra, akik azt mondták, sohasem viszem semmire. Úristen! Az utolsó bejátszás nem volt annyira durva. De akkor is, bazd meg! Tessék a pénzed! De királyság! Mások fizetnek azért, hogyha én fasságokat művelek. Ez a legkönnyebb pénzem, mióta feltaláltam a rejszleplet. Mondd, Peter, mi a baj? Maszturbálni szeretnék, de baromira fázom. Kár, hogy erre a gondra nincs megoldás. Most már van? Üdv, Peter Griffin vagyok, a rejszlepel megalkotója. Ha ön kicsit is hasonlít rám, az élete fő problémája, hogy nem verheti ki, ahol akarja, de mostantól igen.
Íme a rejszlepel, az egyetlen pokróc beépített álcakézzel, a szabadalmazott eljárásnak hála. Ön látszólag távkapcsolót markol, vagy egy sört szorongat, közben a valódi keze nyugodtan munkálkodhat a lepel alatt. Peter, mit csinálsz itt? Semmit. Nézzünk meg egy Scarlett Johansson filmet. De ez még nem minden. Minden alkalomra van rejszlepel, sporteseményekre, bevásárláshoz és munkába. Hé, hey, mit művel maga a pokróc alatt? Ki tudhatja? Rejszlepel. Szia, Peter! Akarsz keresni még egy tízet? Hogy a vérbe ne? Jó, mert tudok egy marhajót. Adok neked $10 az L4-es csigolyádért. Akkor azt hiszem, hogy Peter, te leszel Joe, és Joe, te pedig Peter. Úgyhogy te teszel meg bármit $10. Rendben. Én is kérek valamit. Igen, Joe Alla! Ezek az éretlen részek, csínyek tönkreteszik a várost. És ha nem bízhatunk abban, hogy egy 42 éves ember felelősséggel iszik, akkor nem tehetek mást, lépnem kell így polgármesterként a szeszfogyasztás alsó korhatárát felemelem 50 évre. Mi van? Nem ihatok többé? Mit fogok csinálni? Mit csinál az, aki nem iszik? Mit tudom én, köt? 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 Te szivatsz engem? Talán. Na szóval, az derült ki, hogy Isten királyul kötök. Na figyeljen, nem akarjuk a piatörvényt. De ez egy jó törvény. Dehogy is az. Nem érti, mit jelent nekünk bérrabszolgáknak az ivás. Segít elfelejteni a munkanapot, és azt mondani a gyereknek, hogy szeretjük. Segít a rusnya arcoknak egymás rusnyaságán röhögni. És bátorságot ad, hogy betörjünk a polgármester birtokára, megzsaroljuk és megegyük a paradicsomát. Az egy krokettlabda volt. És hol van a legközelebbi éjjel-nappali fogorvos? Hát, Peter, nagyon örülök, hogy Brian-el visszavonattátok azt a törvényt, és újra barátok vagytok. Én is örülök. Jó visszakapni az ivócimborámat. De jó, mindenki tökre örül. Imádom a családomat. Én takartam le. Itt a plac közepén csinálta. Gyerünk, mindjárt te jössz. Mi? Én jövök? De nem tudom a szövegemet! It seems today that all you see is violence in movies and sex on TV. But where are those good old-fashioned values? Cross to get with kangaroo, all the things that make us... A fejem fáj! Mi a szar ez? Kis madra vele! Ne, kérlek, csak még nem voltam kész! Nyugi, hamarosan beteszünk. Vicces, mert soha nem tenni be! Állj! Hogy jutott fel Joe a lépcső feléig? Jól van, Stewie, adjunk a félelmeknek. Ha jól értem, félsz a szörnyektől. Úgyhogy most szembenézünk Frankenstein-el. Frankenstein vagyok, és valójában nagyon aranyos, nem kell félned tőlem. Most komolyan? Hát ez itt csak Chris jelmezben. Ó, igen, de az nem lehetséges, hiszen Chris éppen most lép be az ajtón. Hé, itt van Chris Griffin, helye húja Fritz Pratt. Ügyes vagy meg. Meg? Úgy hallom, rólam beszélsz. Helye húja Fritz Pratt. Mind azt mondja, hogy helye húja Fritz Pratt. A legtöbb igen. Na, mi volt az éjjel? Elűztük a rémálmokat? Nem, sőt, még rosszabb volt, mint eddig. Ezért építettem ezt. Mi a tököm ez? Digitális áraminterfész. Ha rákapcsolódunk erre a szerkezetre, képes leszel behatolni alvó elmémbe, és véget vetni a szörnyűséges álmoknak. Hogy mit csináljak? Menü! Mit akar ez? Most mit mondott? Azt hiszem, azt, hogy helye húja Fritz Pratt. Csak nem értjük, mert ilyen hülyén beszél. Nem. Azt hiszem, haza kéne vinni. Bonnie? Megmondtam, Joe. Ha kettesben vagyunk, hívhatsz Bonárdnak. Nem, én vagyok Brian. Komolyan ez a neved, már úgy értem, jól vagy? Bocs, felmehetek az ágyra? Miért is ne? Mi a baj? Semmi. Belement valami a szemembe. Bele bizony. A szomorúság.
Na, nekem elmondhatod, a szomszéd kutya vagyok. Nem is tudom, csak tudod, fiatal koromban annyi mindent akartam kezdeni az életemmel, de most 46 vagyok, és egész életemben csak Joe-t gondoztam. És most úgy érzed, sosem volt esélyed, hogy önmagad légy? Igen. Pontosan tudom, milyen. Persze örülök, hogy Peter rám talált és otthont adott, de néha azt gondolom, hát ha egyedül jobb lenne. Pontosan. Köszönöm, hogy ilyen rendes vagy, Brian. Miért vakarod a fülem tövét? Én nem is tudom. Gondoltam, ettől jobb lesz. Hát, tényleg elég kellemes. Jó kislány vagy, minden rendbe jön. Lemegyek, mielőtt Joe észreveszi, hogy eltűntem, és Peter felfedezi a nem bulira szánt kaját. Hú, Halloween cukorka! Peter, takarod ki a Spice-ból! A szökevény tinik a négyes asztalnál alig adta kiattot. Csak annyi pénz kell, hogy eljussunk Taosig. Az a saját készítésű ékszereket árulok meg, Kyle. Na jó, elég az ékszerből. Tudsz egyáltalán csinálni? Tudok ékszert készíteni, csak azt nem tudom, hogyan kell megformázni a fémet. Te tudod, mi lenne jó? Ha bele tudnál vinni egy picike hajlítást a beszédedbe, hogy ne úgy hangozom, mint egy kibaszott csiszológép. Baszodj meg! Te meg dögunalmas dolgokat twittelsz! És ne a szádon átvedd a levegőt, baromi zavaró! Lihegek, így izzadok, hülye picsa! Hú, ne haragudj! Ez nem mi vagyunk. Az éhezés és a kocsiban alvás beszél belőlünk, de meg tudjuk oldani, mint akik a neten jöttek össze. Nem úgy nézel ki, mint a képen, na essünk túl rajta. Vajon melyikünk lehet a gyilkos? Bonnie! Joe? Hogy találtál rám? A szerelem erős iránytű. Ha elcsitítom az elmém, és a szívemre hallgatok, az elvezet hozzád. Plusz a tetvedéknek csip van a fülében. Tényleg? Ezért győz le Peter mindig bujócskában. Kegmeyer kertjében vagy a kenu alatt! Dögölj meg! Be kellene iratnunk Stewie-t a Corridorsba. Tudom, hogy kicsi drága, de a legjobb bölcsé a környéken. Tényleg? Ott nem olyan rövid gatyában meg sapkában kell járniuk, mint az AC/DC-s csávó? Tényleg, ő miért hord olyat? Mert rocker arc! Annak idején nem tudtam, hogy 60 évesen is ezt kell fölvennem. Nagyon fázom! Megvan, 940, ez az a ház. Jó napot, ön Gretchen Mercer? Igen, segíthetek? Hát igen, találtunk egy régi levelet, önnek címezve. Peter Griffin? Na hát, ez egy régi pasimtól jött. Mi? Hú, na, hát most jön a poém. Hiszi vagy sem, de most én vagyok Peter Griffin felesége. Ah, oh, micsoda különös véletlen. Vajon miért írhatott nekem? Látom, az ujjával követi, amit olvas. Ezt a gyerekek csinálják. Á, semmiség. Csak arról írt, mennyire izgul most, hogy meg fog nősülni, és hogy végre van elég kameles játékpénz egy bőrcsekire, meg egy gumimatracra. Hát köszönöm, Gretchen, nagyon megkönnyebbültem. A legrosszabbtól féltem. Á, megértem, de egyáltalán nincs miért aggódnia. Igazán van. A féltékenység a gyenge pontom. Mindenkinek van olyan. Még Achillesnek is. Szóval csak az Achilles színadon lehet megsebezni? Így igaz. Anyám belemártott a Styx folyóba, a sarkamnál fogva, így hát csak is ott kaphatok sebet. Na és te, Heraklész? Nekem is, hát ilyesmi. Gretchen! De jól nézel ki! Igen, mert nem szültem. Ja, igen, persze. De mi a fenét keresel itt? Nem láttalak 20 éve! Peter, megkaptam a leveledet. Tudod, amelyikben azt írod, hogy nem biztos, hogy el akarod venni Lois-t. És lehet, hogy inkább engem vennél el. Gretchen, azt már nagyon régen írtam. Nos, a válaszom igen, Peter, igen, hozzád megyek. Gretchen, én már boldog háza, mérsékeltem boldog, aránylag, szóval házas vagyok. Aha, van ott valaki? Azt hittem, hallottam valamit a fülem csengésén kívül. Biztosan semmi. Hú, SMS! Megoldom a problémánkat, hamarosan együtt leszünk. Szeretlek, Gretchen. Na, meg te ilyen pszichopata vagy. Mit jelent ez? Ó, ez egy eldobott szeretőd, aki meg akarja ölni anyát. Á, köszi. Jaj!
látta. Képzeld el, hogyha az egyikünk lenne a bál király, akkor bezzeg leülne hozzánk a nép. Tényleg, indulj el! Majd én jelöllek! Tudod mit? Indulok is. Hát, ha meglepetést okozok, mindikor rájössz, hogy a begombolkozott könyvtáros igazából szexi. Elnézést, hölgyem. Igen? Egy halott csöves fekszik a katalógus szekrény előtt. Na, mentem bingózni. Peter, mi az ott rajta? Hát a bingópalástom. Ez a karácsonyi abrosz. Igazán sajnálom, Lois, de a népem elvár egy bizonyos fokú pompát. Ne várj meg! Még beülünk valahova. Joe is veled megy? A síró pityó Joe? Nem, ő többet nem jön. Bántja, hogy ilyen jó vagyok. Peter, a bingó volt Joe kedvence. Vagy őt is magaddal viszed, vagy nem engedlek el téged sem. Hé, ne akard ezt elvenni tőlem. Ez az egy dolog, ami valaha jól ment. Meg, hogy a dörgésre időzítsem a fingást. Most lapozzunk az anyag hatodik oltalára. Ott láthatnak egy oszlopdiagramot. Ez a nemzetközi eladásainkat mutatja, amelyek a múlt negyed évben tetőztek. Most azonban a hideg idő közelettével csökkenésre számítunk. Távolodik a vihar.